Mintha a múltban járna az ember. Régi tárgyak sorakoznak a nádorvárosi iskola aulájában, olyanok, amelyeket a gyerekek egykor minden nap használtak, ma már azonban vitrinekben, esetleg a padlásokon porosodnak. A bőrönt kiállítással az volt a cél, hogy élményszerűvé tegyék a múltat a most idejáró diákok számára. A kiállításon lévő darabok tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy élettelen régi holmik, mégis nagyon fontosak számunkra, hiszen mi másért őrizne meg az ember mondjuk egy kopott toltartót, egy úttörő sípot, egy hasznavehetetlen diavetítőt, vagy mondjuk egy opálos régi szemüveget. Mindegyik tárgy mögött valamilyen élettörténet van. Azt sugallják, hogy az elmúlt időszakban sok minden változott, az iskola azonban állandó maradt. Korok, ideológiák, gondolkodásmódok, stílusok jöttek-mentek, valami úgy tűnik mégis állandó maradt, maga az iskola az ő értékteremtő, értékközvetítő voltával, és az az életérzés, hogy iskolásnak lenni jó. Talán szinte hihetetlen, de régen ilyen iskolapadban ültek a gyerekek, de persze nem ez az egyetlen különleges darabja ennek a nem mindennapi kiállításnak. Itt látjuk a kalamárist, a tintatartót. Egy liláskék színű folyékony tintával volt megtöltve, és a mártogatós tollhegy, külön a tollszár és a tollhegy, úgyhogy rengeteg számunkra kedves emléket sorakoztattunk föl. Mutatja Baksa Cecília, a kiállítás egyik ötletgazdája. Arra kérték a gyerekeket, hogy a tanárok, szülők, nagyszülők segítségével gyűjtsenek össze az iskola életéről szóló emlékeket, személyes tárgyakat. A többi közt régi osztálynaplók, könyvek, füzetek idéznek fel egy-egy korszakot az intézmény 150 éves történetéből. A gyerekek most is kíváncsian, érdeklődően jönnek le, rendhagyó történelemórákat tudunk itt tartani. Elmondjuk nekik, hogy ezek a tárgyak mit jelentenek, mire szolgáltak, mi volt a szerepük. Valódi közös munka volt a tárlat összeállítása, ami nem nélkülözi a személyes kötődéseket sem. Egész generációkat, több generációt is végig kísér a tárlat, hiszen az 1930-as évektől is végigkövethetjük például az egyik kolléganőnk édesanyjának és annak testvéreinek a történetét. A bőrönt kiállítás június 15-éig, a tanév végéig látogatható.